Egy házas ember gyorsan fogyni kezdett, mint mécsvilág. És mitől lelkét kiadta, vetvén magára utolszor keresztet, a szomszédlányra mutatott. Miatta. Boszorkányi cudar, keblét mutatta, ilyet rám jött és elnevereztett, hogy minden csontom ropogott alatta. Égessétek meg gyorsan a veszettet. 10. jubileumi művészasztalunk van, és mindig is az volt a célunk, hogy kortárs íróink közül a színe javát hozzuk el ide a végekre, és Darvasi László határozottan azok közé tartozik, akik jelentős alkotók, jelentős életművet tudhat már most is magáénak. Nagyon különleges a nyelvezete, a regényei nyelvezete, és különleges világot teremt ezzel a nyelvvel. A napokban kapta meg a nemzetközi az Alexander Tiszma nemzetközi irodalmi díjat, és pontosan ezért a különleges nyelvért és különleges világért, amely születik az ő tollából. Úgy gondolom, hogy ma este nagyon izgalmas produkciót fognak látni, és fogják őt hallani a nézők, mert a regényeiből is lesz egy jelenet, a Júdás című novelláját fogjuk bemutatni, amelyben egy újraértelmezett Júdás figurát ábrázol, és a tárcák közül pedig Karádi Katalin fog megelevenedni a színpadon. Azt hiszem, ezzel is elmondtam, hogy ő mennyire sokszínű alkotó, különleges hangú alkotó, aki a különböző műfajok között nagyon otthonosan jön, megy és mozog. Nem igazi sziget ez, ez ahol most állok, hanem a féle hasas félkaréjjal partnak. Máskor dústombozatú, most erősen szomjazó tölgyekkel, ezüstös levelű nyárpákkal. Többen állnak előttem. Nem is értem, hogy nem hallottam meg őket. A féle alkalmi munkások. Keménykötésű emberek, akiknek az a feladatuk, hogy elkészítsék a mágiákat, kitisztítsák azt a helyet, ahol a bakú a fejeket teszi. Ki vagy te? A neve Taliás. Ja, aki békával kúszál meg egy süket bolonddal. Magamban is járok kelek. Sokféle műfajban dolgozik, melyik áll a legközelebb a szívéhez? Melyiket éppen meg kell írni. Vagy melyiken éppen az ember dolgozik, igen. Valóban elég sok műfaj van, így a rovásomon, a tárcától, a nagyregényig, a gyerekdarabtól, a mesekönyvekig, a novellákig, mindenfélébe így beleütöm az orromat. Regényt a legnehezebb írni, és a legjobb. Tárcát nagyon jó írni, novellát megint csak nagyon jó írni, gyerekdarabot meg gyerekmesét írni, az meg aztán különösen jó dolog. Úgyhogy nyilván azért is csinálok ennyi félét, mert mindegyikben valamilyen módon a kedvemet lelem. Vannak egyhangú írók, akik mindig ugyanazon a hangon beszélnek, és ugyanolyan formákban dolgoznak. Ez nem értékítélet. Én meg úgy szeretem magam próbálgatni nyelvekben is, megszólalási formákban is, és műfaji formákban is. És most éppen melyik műfajban dolgozik? A vonaton írtam egy tárcát, befejeztem egy tárcát, azt feladtam az aktuális újságomnak, a revizornak, ahol tárcázik a szívernő, mert szívernő néven is szoktam tárcázni, illetve még kicsit javítgattam egy mesedarabot, amit meg a Bábszínháznak írok a Trapitiből. Van egy mesekönyvem, nagyon régen bemutattam már a Gotár rendezésében a Kolibri azt a dramatizált mesekönyvet, vagy meseregényt. Most lehet, hogy a Bábszínházban meg lehet csinálni, és ez nagyon jó. És hogyan fogadta ezt a felkérést, hogy itt egy különleges műfajban fognak a darabjaiból részletek elhangzani? Ez nagyon kedves gesztus, és ugye a szerzőknek mindig nagy álma az, hogy a színpadon megjelenjenek, akár darabbal, akár dramatizált változattal, és most ugye én sem láttam még semmit a próba folyamatból, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy egy Taligás hogy mutat Karádi Katalin, amiből pedig lett időközben egy monodrába, és majd talán be fogják mutatni. Hát kíváncsi vagyok, hogy mutat itt a Nyíregyházi színpadon. A közelmúltban egy díjat is kapott. Ez mennyire áll közel az ön szívéhez? Minden díj közel áll. A díjaknak örülünk. Aki nem örül a díjnak, az ugye az hazudik. Ez egy olyan novellás kötetér
olyan novellás kötetét sikerült megkapni, aminek az a cím, hogy Isten haza csal. Németre és olaszra van eddig lefordítva, és a német fordítás alapján kaptam meg ezt a úgynevezett Alexander Tismadi, ez egy szerb, nagyon komoly szerb irodalom már volt, fordító is, és az első díj, amit az ő hagyatékából kiadnak, és nagyon jelentős írók voltak a rövid listán, tehát azok közül, abban a listában, ahonnan végül is engemet választottak ki. A Bodor Ádám például benne volt életműdíjjal. Nagyon jelentős lengyel, bosnyák írók, szerb írók. Úgyhogy annak örültem, azért voltam igazán boldog, mert egy kifejezetten erős, tehát nagyon erős mezőnyben emelték ki ezt az Isten haza csal című könyvet, ami tulajdonképpen egy elég kemény könyv, kemény történetek a mai magyar valóságról. Hát mondjuk olyan, hogy kimegyünk Nyíregyházáról, és teszünk néhány lépést a földeken, vagy a falvak felé. Meg bemegyünk a pesti bérházak kevésbé üdvös vagy szívderítő világában, mert hát azért a pesti bérházak mélyén is megtalálható mindenféle kellemetlenség, uram bocsán, nyomor is akár.